Sziasztok! Az kefen válasz videóval jelentkezem, mert már régen volt és sok kérdés van. És megpróbálok kicsit sietni, mert tényleg sok kérdés van és nem akarom, hogy holnapra végezzek csak. Na, kezdjünk is be. Első kérdés, látni a szíveddel, a szemeddel lesni vagy fordítva? Hát én erre azt mondom, hogy jó, csak a szívével lát az ember, mert ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. És én ehhez tartom magam, úgyhogy szerintem ennyi. Következő, spermással jobban néz neki a hajad. Hát köszönöm szépen, kedves, intelligens úriember. Jaj, mit nyomtam meg, úristen. Most használom egyébként először az Askefemet, Askefem alkalmazással, és kicsikét furcsa. Kövi? Próbáltam már az eredeti gobot? Ha nem, szeretnéd? Hát próbakontot csináltam már, és próbálgattam egy-két questet, de annyira nem nyűgözött le, meg hát nem kezdeném újra a WoW-ot máshol, mert amikor Revol megszűnt, át kellett mennünk Tauhira, vagyis hát nem kellett, de erősen javasolt volt, hogy átmenjünk, mert már a Revol tényleg haldoklott. Hát nem szívesen kezdeném újra még egyszer, mert ugye már akkor is újra kellett mindent kezdeni az elejéről. Nekünk nem volt olyan, hogy kali transfer vagy ilyesmi, szóval eléggé necces volt mindent előről kezdeni, főleg, hogy ott is azért eléggé rendesen acsisztam meg minden ilyenek. Szóval nem szívesen mennék eredetire. Meg annyira igazából nekem nem tetszik a mob. Tehát kataklizmat is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott, mire végre sikerült megkedvelnem valamennyire. Igazából én jól el vagyok Taurin, az se zavar, ha még sokáig lesz Lich King kiegészítő, mert nem unom annyira, mint a többiek. Ugye én csak 3 éve vózok, valaki meg már több, mint 6 éve. Ők azért már unják a Lich King kieget, de én még annyira nem, szóval én el vagyok. Na, Kövi, miért Lilithben a név, amit használsz? Tetszik ez a Lilithet övező kis legendás, vámpírkodós dolog. A True Bloodban is volt erről szó, ott is megjelent, mint vámpír, de már azelőtt is használtam ezt a becenevet. És hát szeretem a vámpírokat, szeretem az ilyen, hogy is mondjam, sötét dolgokat. Na, úgyhogy, fúj. Szóval ezért. Dolgoznál olyan munkahelyen, ahol kötelező az elegáns viselet, kis kosztüm, ilyesmik? Szerintem nem. Bár szeretek elegánsan öltözködni, de ha azt mondják, hogy így kell és csak így lehet, akkor az nem olyan jó. Mi a vélemény a nők napjáról? Hogy viszonyulsz hozzá? Hát szerintem már az eredeti jelentését elvesztette, de attól szerintem még szép gesztus, hogy ilyenkor megajándékozzák a nőket egy kis virággal, egy kis bombonnal, bármi ilyesmivel. Úgyhogy szerintem nincsen gond ezzel az ünneppel. Ki az, akit eddig a legkegyetlenebb embernek gondolsz? Hát nem tudom, szerintem anyám, mert elég sok olyan dolog volt, amit nem tudok neki megbocsájtani. De persze vannak nála kegyetlenebb emberek is, de az én életemben ő, mert hát sok olyat tett, amit tényleg már nem tudok így megbocsájtani, és most is még folyton erőltet olyan dolgokat, amiket nem kéne, meg ilyenek, úgyhogy én azt mondanám, hogy ő persze, mondhatnék olyat, hogy mit tudom én, Hitler vagy ilyenek, de hát hozzájuk nem sok közön volt, úgyhogy ezért is mondtam olyat, hogy olyan embert, aki közelemben van, tehát valami közön van hozzá. Mi az, kezdesz azzal, aki kihasznál és tönkretesz téged? Hát nem hagyom, hogy ilyet tegyen, mert eleve nem szoktam közelembe engedni embereket magamhoz, meg akiket közel engedek, azokkal is vigyázok, és odafigyelek a jelekre. Voltak már olyanok, akik kihasználtak és tönkretettek, ők exeim, akik ugye megcsaltak, meg nem szerettek, meg ilyenek, de hát nem volt ennek semmi következménye, hogy ők ezt tették velem. Szóval nem vagyok az a bosszú álló típus, kivéve a WoW-ban, mert ott azért exemet jó sokszor megöltem. Na de hát így nagyjából ennyi, szóval nem szoktam így bosszút állni. Hiszel a szellemekben? Volt már valami szellemekkel kapcsolatos saját élményed? Hát sajnos nem hiszek bennük, és nem is volt ilyen élményem, viszont ha megnézek mondjuk egy Paranormal Activity-t, akkor azért félni szoktam, és felszoktam kapcsolni a villanyt akkor is, hogyha kimegyek WC-re, meg ilyenek utána. De szeretnék benne hinni, de sajnos nem hiszek olyan dolgokban, amiket nem látok. De jó lenne, hogyha mondjuk látnék egy szellemet, és akkor hihetnék benne. Persze
csak szellemet, és nem démont, ami megszállhat. Van Instagramod? Ha nincs, nem szeretnél csinálni? Szívesen nézegetném a képeidet. Hát de ahhoz telefon kell, nem? Vagy valami ilyesmi, szóval tablet vagy ilyesmi, nem? Nem tudom. Én nem nagyon szoktam fotózni, mert akkor is csak magamat, azt szerintem meg uncsi. Nem tudom. Hát ha lenne egy okos telefonom, vagy mondjuk saját tabletem, és nem ez, ami anyámé, vagy hát munkahelyi, anyámnak a munkahelyi tabletje, akkor lehet, hogy csinálnék, de így nem látom értelmét. Mert ezt meg amúgy sem szoktam elvinni magammal sehova, mert nincsen benne, vagy nincsen rajta ilyen net, vagy nem tudom, csak wifi. Szia, hány éves vagy? Nagyon jól áll a kék vagy zöld haj, szintén vesző vagyok. Hozol még? Hát szia, 21 éves vagyok, és köszönöm szépen, egyébként zöld, csak minden videóban kéknek látszik meg, sokkal másabbnak, mint amilyen valójában. Na meg egy icipici kék van is benne, mert olyan zöld árnyalat, hogy van benne egy pici kék, de inkább zöld. És hát köszönöm. És hozol még? Igen, abszolút. A szüleiddel élsz még? Anyu, apu, testvérek, állatok? A házi sárkányommal élek, aki anyám. És van két cukorfalat degóm, meg egy macskám, szóval igen. Hogy átmentél másik obszerverre? Nem teljesen mentem át, csak átmentem Molterre kipróbálni a kataklizmet, hogy amikor majd Taurin is kataklizmesz, akkor ne teljesen hülyén álljak neki a dolgoknak, hanem már legyen valami fogalmam a questekről, a customról, illetve a kezdő instákról legalább. Van olyan démonod, aki ellen egyedül kevés vagy? Hát szerintem van, és ez nem más, mint a szociális fóbia. De hát másról nem igazán tudok. Vannak emlékeid a szüleid válás előtti időkből? Persze, hogy vannak. 6 éves voltam nagyjából, vagy 5, nem tudom, amikor elváltak, és azelőtt még voltak ilyen nyaralási emlékek, meg ilyen családi emlékek, meg még itthonról is volt egy-két emlékem. Nem tervezel egy Draw My Life videót? Nem igazán tudok rajzolni. Meg amúgy tudnék szerintem ilyen videót csinálni. Nem hiszem, hogy meg tudnám oldani, hogy így elveszhető legyen, inkább unalmas, meg rettentően béna, mert nem tudok olyan jól rajzolni. Hiányoznak a videóid, úgy várjuk az újat. Mi van veled? Hát ez egy hónapja volt, ez a kérdés. Nem tudom, mit csináltam egy hónappal ezelőtt. Biztos akkor se volt túl sok kedvem videózni, vagy rosszul voltam, vagy ilyenek, nem tudom. Milyen kisebb, illetve nagyobb álmaid vannak az életben? Hát szeretnék boldog lenni. Szeretnék a párommal élni, lehetőleg falun, de még konkrétan annyira nem szoktam így álmodozni, mert tudom, hogy nagy része úgyse fog valóra válni, akkor meg nem fagyítom feleslegesen a szívemet. Egyébként eszembe jutott még egy álom, és szeretnék az, hogy szeretnék eljutni Bora Borára, vagy valami hasonló trópusi szigetre, vagy esetleg olyan helyen élni, mert nagyon bírom az ilyen helyeket. Legalábbis még nem voltam ott, de képeken gyönyörű, és imádom a vizet. Én igazi vízi csirke vagyok, amikor megyünk strandra, akkor is általában alig lehet kiimádkozni a vízből. Lesz majd Girlcon is meg Outfit Vidid? Hát Girlcon is nem biztos, mert mondtam, hogy inkább majd bicikliznék, de hát most a biciklim is bedöglött, úgyhogy egyelőre még nem, viszont valami túrázás mindenképpen lesz majd idővel. Az outfit vidik meg lesznek, igen, csak mostanság nem volt olyan ruha összeállítás, amit így be akartam volna mutatni, mert nem voltak olyan extrémek, vagy egyedik, vagy ilyenek. Mesélhetném majd egy viditben a középiskolás évéről is részletesebben, ha gondolod. Hát igazából arra az időszakra nincs mit mesélnem, mert ugye mondtam, hogy egy évet voltam általánosban, ugye vagyok középiskolában, gimibe, utána már magántanuló voltam, akkor meg nem igazán történt velem semmi olyan extrém dolog, tehát akkor ugye így már valamilyen szinten elkezdődött ez a magányos farkaskodás, hogy nem igazán találkozgattam emberekkel, meg nem jártam ugye be iskolába, mert magántanuló voltam, úgyhogy nem igazán tudnék mesélni most, hogy nem tudom, mire gondolsz, hogy ilyen osztálykirándulások, vagy ilyesmi, vagy akár csak hétköznapi iskolai napok, nem tudom. Kövi, melyik haszinet tartott eddig a legtovább? A zöld után már megvan, mi lesz a következő? Az eredeti hajszínet tartott a legtovább, aztán utána a fekete.
és nem tudom, mi lesz a következő még. Általában ez úgy szokott jönni, hogy egyik nap csak így kitalálom, hogy a hajszínt kéne váltani, és akkor már általában meg is szokott lenni, hogy mégis milyen színre. És akkor egy pár héten belül meg is oldom ezt a hajszínváltást. Most még egyelőre tetszik a zöld, aztán majd ki tudja, hogy mi lesz később. Következő! Szia, mióta tart ez a sesul és a munkaállapot? Régebben dolgoztál valamit? Hát elég régóta tart, de pontos évszámot nem tudnék mondani. Egyszer voltam barátnőmmel és egyben osztálytársammal diákunkán az Audiba, de nagyon nem jött be, és nagyon rosszul éreztem magam, és amikor a csajszi már nem jött el velem dolgozni, mert elüttette magát szerencsétlen egy targoncával, akkor nem is, alig mertem bemenni, tehát nagyon rossz volt akkor már, mert amíg ott volt velem, addig nem volt olyan vészes. De amikor már egyedül voltam, akkor például munka végén nem mertem oda menni a... mi az? Munkavezetőhöz, vagy mi az, hogy aláírhassam a jelenléti lapomat. Úgyhogy úgy volt, hogy nem is fizetik ki azt a napomat, hanem anyám intézte el nagy nehezen, hogy kifizessék végül is. Na szóval ilyen sztorik voltak, meg eltévedtem a gyárba, és nem mertem senkitől megkérdezni, hogy hova kell mennem. Szóval kicsikét ciki volt, és akkor is már megvolt ez a szociális fóbia, csak akkor még nem tudtam, hogy emiatt van ez a félénkség. Kövi! Miért nem használod már a Night Queen nevet? Vagy van, ahol még használod? Hát a... WoW az egyik, nem is az egyik, két accountomnak ez a neve. Ugye két különböző szerverem, nyilván. De annyira már nem használom. És azért nem, mert ugye jöttek más becenevek, ilyen például a Lilith, az Alézia, szóval már nem volt szükségem egy harmadik becenévre, és inkább jobban szeretem az újabbakat. Elég sokáig használtam a Night Queen-t is, de aztán valahogy így elvesztette az élvezetét, vagy hogy mondjam. Azt jól megaszontam. Tudom, tudom. Következő. Volt cicád a mostani előtt is? Ha igen, milyen színű volt és mi volt a neve? Igen, volt macskám, Sziszinek hívták, és nagyjából 9 hónapos volt, amikor szerencsétlen kiugrott az ablakból. Vagy kiesett, nem tudjuk. Lehet, hogy valami állat után ugrott, madár vagy ilyesmi. Hát nagyon sajnáltuk szegényt, és nem számítottam rá, hogy ez lesz a vége. És tényleg épp csak fél percre hagytuk magára, amíg én berohantam a szobámba valamiért. Aztán, hát el nem tört semmije, szóval nem volt olyan vészes halála, hogy ott feküdt és össze kellett kiskanállal szedni. Mondjuk nem volt olyan kellemes, mert igazából tényleg nem tört el semmije, viszont belső vérzése volt. Ami miatt az orvos, miután eljöttünk az orvostól, azután egy-két órával szegényke belefulladt a saját vérébe, hát nem volt egy kellemes dolog. Nekem nagyon bűntudatom volt utána, és nagyon sokáig sírattam, szinte minden nap bőgtem, és alig tudtam ezt így leküzdeni. És úgy sikerült ezt így magamban lerendeznem, hogy ugye örökbe fogadtuk Macit. És nagyjából ennyi. Milyen hajszíneid voltak eddig, és milyeneket tervezel még? Hát ugye volt a mellettedek barna, aztán fekete, aztán vörös, lila, rózsaszín, és szőkét mondtam már, és hát most a zöldes kék, ez zöld. És egyébként nem tudom, mit tervezek még, mert hát nem igazán szoktam eltervezni előre, hanem csak így jön az ötlet, és akkor befestem a hajam. Szerintem csinálhatnám majd valami tavasz teget, ha van kedved. Utána néztem, de nem találtam olyan kérdéssort, amit tetszett volna. Olyanokat láttam, amiben így különböző sminktermékekről kell dumálni, meg frizurákról, esetleg ruhákról, szóval annyira nem áll közel hozzám az a fajta teg. Ja, tag. Szóval, hát ha találtok valami ott, akkor azt elküldhetitek, de amúgy amiket találtam, azok nekem nem jöttek be. Hány darab fűződ van, milyen gyakran és hol viseled őket? Hát én 3 fűzőt vartam magamnak, de elég ritkán hordom őket, viszont ha hordom, akkor nem ilyen különlegesebb alkalmakra, hanem csak kis simán, ha elmegyek sétálni Mikivel, vagy utcára, vagy boltba, vagy bármi ilyesmi, tehát ilyen eléggé random, hogy hol veszem föl éppen.
És amúgy azért nem szeretem őket annyira, mert eléggé kényelmetlenek, mert nem megfelelő merevítést használtam hozzá, de majd a legközelebbi fűzőmnél próbálok valami okosabbat kitalálni. Mi lett aztán a hajtanokkal? Megszakadt a kapcsolat? Igen, meg. Szia, tudnál valamit javasolni esetleg annak, aki nagyon szeretne kreatívabb lenni, de nincsenek saját ötletei, és ez nagyon zavarja. Hát szerintem emiatt ne szomorkodj, mert én sem vagyok annyira kreatív, mint amennyire tűnök. Sok minden ötletet a netről szoktam szedni, és ezekből az ötletekből szoktam egy saját dolgot alkotni. Tehát az ötletet veszem alapnak, és abból szoktam egy saját valamit megalkotni, tehát belerakom az én egyéniségemet, a saját ötleteimet, és összegyúrok ebből valami teljesen újat. És ezt tudnám neked is ajánlani. Szerinted a műkörmöt? Milyen véleményed róla? Volt már? Hát csak olyan nagyon olcsó, felragasztatós műkörmöm volt, de az borzalmas volt, és akkor próbáltam ki, amikor még nem volt hosszú körm, amikor még rágtam a körmömet. És nagyon rossz volt, így feszítette a saját körmömet, meg egyáltalán nem tudtam vele fogni, meg ilyenek, mert nem volt kényelmes. De egyébként nincs bajom a műkörömmel, de magamon nem kéne, főleg mióta meg tudom növeszteni a saját körmeimet is. És igazából tetszenek, főleg amilyen művész ilyen van megcsinálva, szóval nem ennyire gagyi. Azokat utálom, amik így rendesen kockára vannak vágva, és ilyen rettenetesen vastagon vannak megcsinálva. Nem tudom, hogy olyan sok réteglap van rajta, vagy a zselé olyan sok, de az nagyon undi szerintem. És még tetszenek azok, amiket így általában a versenyekre csinálnak, és ilyen nagyon hosszú hegyes körmök, viszont az tényleg nem ilyen utcai hordásra, meg munka, meg ilyenek, hanem az csak egy ilyen alkalmi valami. Hány éves szerettél eddig a legjobban lenni? Melyik év volt a legjobb az életedben? Hát így évet nem tudnék mondani, inkább korszakot, és az az volt, amikor még a barátaimmal sokszor elmászkáltunk inni, meg bulizni, meg ilyenek. Azt azért szerettem eléggé, tehát most azért az eléggé hiányzik, hogy így bulizgassak, meg ilyenek. Aztán a másikat talán még az, amikor megismerkedtem Mikivel. Az egy tök jó időszak volt, tudjátok, ez a rózsaszín köd és lebegés a föld fölött, meg ilyenek, úgyhogy az időszakot bírtam, és kellemes emlék. Légy szíves, hogy mutasd meg pár kedvenc rucidat, annyira tetszik a stílusod. Hát köszi, örülök, hogy tetszik, és lesznek majd még ilyen outfit videók, csak még nem tudom, hogy mikor. Majd amikor úgy öltözködök fel, hogy azt szívesen megmutatnám. Jellemezd egy szóval, élet. Jó! Mennyire lógtál a hajléktalanokkal? Hát szerintem nagyjából egy évig, de nem tudom pontosan. Mit tennél, ha anyukád hirtelen megunnál, hogy nem dolgozol és kidobna a lakásból? Hát ezzel nagyon sűrűn fenyeget, de úgyse tenné meg szerintem. Meg azt hiszem, hogy a lakás fele hivatalosan az enyém, de ebben nem vagyok biztos, szóval nem hiszem, hogy ki tudna dobni csak úgy. Gondolom nem nagyon érdekel a politika, de elmentél szavazni? Nem voltam szavazni, és cserébe nem is nyafogok azért, hogy milyen szar Magyarország helyzete, meg ilyenek. Melyik a kedvenc tárgyad, ha csak egyet választasz a szobádból? Szerintem a püsmackó, amit Mikitől kaptam, vagy pedig az a közös képünk. Nem mutattad Vidiben, sikerült kifesteni a szobád maradék falát? Nem, mert nem volt festék a boltban olyan színű, úgyhogy ez a projekt még elhúzódik egy kicsi ideig. Ha egyetlen szóval kéne jellemezned magad, mi lenne az? Hát, idióta. De nem tudom, mert szerintem az ember saját magát úgyis máshogy jellemezni, mint ahogy mások látják, úgyhogy lehet, hogy más válasza jobb lenne. Van valami, amire mostanság spórolsz, gyűjtesz? Hát nincs. Veled is szokott lenni olyan, hogy egy csomó ideig nem csinálsz semmit, csak elmerengsz? Előfordul néha. Főleg amikor fürdök, akkor szoktam így ülni, és akkor így nézek magam elé, miközben folyik rám a víz, és csak így gondolkodok. Vagy pedig takarítás közben. Takarítás helyett. A Lilithet vagy az Aléziát
A Lizzie a nevet szereted jobban, ha szólítanak, vagy személyesen inkább a Kata? Hát abszolút nem szeretem, a Katának hívnak. Néha olyan idegesség jön elő, amikor meghallom ezt a nevet. Úgyhogy inkább az a Lizzie, mert azt eléggé megszoktam. Ugye rédeken, bobba általában így szoktak szólítani, hogy ha valami hülyeséget csinálnak, vagy ha valamit jól csinálok, vagy ilyesmi. Szóval általában azon a néven szoktak szólítani. Még akkor sem nem azzal a karakterrel játszok éppen. Mással a szeretkezés az megcsalás. Nem özönség az, ha egy ilyen kijelentést teszel. Elvárható egy embertől, hogy akár élete végig is lemondjon azon vágyairól, amit te nem tudsz neki megadni? Hát szerintem az nagyobb önzőség, hogyha valaki megcsalja a másikat azért, mert nem tud lemondani nem tudja uralni a saját vágyait, meg ösztöneit. Egyébként egy ilyen kapcsolatban szerintem nem maradnának túl sokáig együtt a felek, mert nem jönnek egyszerűen össze. Ha valaki két ember összeélik, akkor szerintem ott nincsen probléma, hogy nem tudják kielégíteni egymás vágyait. Úgyhogy én nagyjából így látom. És úgyis olyan emberrel maradnál együtt életed végéig, akivel minden klappol, nem? És szerintem nem való olyan embernek rendes kapcsolat, aki nem tud uralkodni ennyire az ösztönein és megcsalná a másikat. Neki inkább az nyitott kapcsolat való, vagy pedig nem is tudom, milyen egy éjszakás, vagy nem tudom, milyen kalandok. Mi történne, ha egy viccbe át hatalomra jutna Magyarországon? Hát nem tudom. Lehet, hogy jobban kezelnék az ügyeket, mint a most hatalmon lévő párt. Képes lennél ölni azért, hogy egy számodra fontos életet megments? Hát, ha mikiről van szó, akkor mindenképp. Bár múltkor pont arról álmodtam, hogy az egyik devumat meg akarták ölni, így szorongatta egy emberke. És mikor sikerült kiszabadítanom a kezéből, akkor utána fejbe rúgtam a célbetétes bakancsal álmomba. Úgyhogy lehet, hogy még az állatkáimért is tudnék ölni. Egy történelmi kort tartod a legérdekesebbnek? Hát engem annyira nem fog meg a történelem, tehát tanulni sem nagyon szerettem történelmet, meg ilyenek, de mint így öltözködési stílusilag, művészetileg, meg minden ilyesmi tekintetben legfőképpen a barokk és a gótikus kor meg ezek. Szerintem nagyon érdekes ruhákat alkottak és gyönyörűeket, úgyhogy talán ezt mondhatnám. Kerültél már beszélgetés közben nagyon kínos helyzetbe? Ha igen, akkor hogyan magyaráztad ki magad? Konkrét esetet nem tudok. Most én nem rémlik semmi ilyesmi, de biztos, hogy volt már. Hogy néz ki álmaid nagyasszony ruhája? Fehéret vagy valamilyen más színt választanál? Valószínű, hogy fehér lenne, némi fekete mintával, és szerintem hosszú ujjú lenne, és ilyen hosszú harangúj, mint ez. Tehát ilyen harangújszerű, csak ennél azért látványosabban harangúj. De úgy nem tudom, mert annyira nem szoktam ezen gondolkodni, úgyis még soká lesz esküvőm, ha lesz egyáltalán. Gyönyörű vagy, hát köszi. Mondjuk én ezt nem így gondolom, de ezt nem szabad kimondanom, mert Miki szomorú lesznek, haragudni fog. Ha hátralévő éveid felébe kerülne, lennél mindenható? Hát, ha mindenható lehetnék, akkor megoldanám, hogy ne kerüljön a hátralévő éveim felébe a mindenhatóság. De egyébként, ha csak így lehetne megoldani, akkor nem, mert én nagyon szeretek élni, és nem akarok meghalni, úgyhogy nem áldoznám fel ezért a hátralévő éveimnek a felét. Maximum az utolsó évembe. Viszont, ha tényleg meg lehetne oldani, hogy ne kelljen emiatt lemondanom az életemről, akkor biztos, hogy lennék mindenható, és akkor jobbá tenném a világot, megszüntetném az éhezést, meg ilyenek. Szóval megpróbálnék mindent megtenni azért, hogy jobb világba élhessünk. Melyik mondat volt az a szüleidtől, amelyik nagyon meghatározta a személyiségedet? Hát szerintem nem volt ilyen, se pozitív, se negatív. Ha egy nép uralkodója lennél, melyik népé lennél legszívesebben? Hát vagy olyan népé, ahol nagyon nagy szegénység van és nagyon rossz az állapot, és akkor megpróbálnék értük mindent megtenni, hogy jobb helyzetbe kerüljenek, vagy pedig egy olyan népet választanék, akik között tényleg jól érezném magam, mondjuk a japánok. Biztos, hogy nagyon megnevettetnének, meg jó lenne közöttük élni és uralkodni.
Ismered a Nightwish és az Epica nevű bandát? Persze, hogy ismerem mindkettőt, bár a Nightwish sokkal jobban szerettem, és mondjuk abban az időszakban jobban szerettem, amikor még a Tarja volt az énekesnő, de hát ez van. Mi van veled mostanában? Mesélsz? Hát előző videóban meséltem pár dolgot, hogy miért nem videóztam meg ilyenek. Úgyhogy következő kérdés. Szia, pár napja nézem a csatornádat, de igazából te lettél a példaképem. De aranyos. Nagyon erős voltál iskolában, pedig annyira bántottak, hogy én már feladtam volna. Engem is bántottak néha. Minecraftban meg nagyon szupi házat csináltál. Ó, köszi. Hát már ideig nem Minecraftozok, de... ja. Abba a 3 perces sütibe, amit egyszer mutattál, ott a csokisba kell tojás, vagy nem? Mert mondtad, hogy lehet, de majd ki szeretném próbálni, köszi. Hát a recept azt írja, hogy kell. De szerintem nem muszáj, mert ugye van a másik, amiben kókuszt kell tenni, és ahhoz meg nem kell. De nem tudom, én a kókuszosban is volt, hogy tettem, olyan is volt, hogy nem tettem, és amúgy nem nagyon érződik, hogy van-e benne vagy sem, szóval szerintem nagyjából mindegy. De nem tudom, próbáld ki, aztán majd meglátod, hogy hogyan tetszik, hogyan jó. Na hát ennyi volt már az Azt Kefem, remélem tetszett a videó, és köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!